A programunk elkészítésekor több mint 1000 embert megkérdeztünk, és nagyon sokan azt kérték, hogy Marcalvárosban is legyen uszoda. A verseny uszoda is fontos fejlesztés, ezzel kezdte kihelyezett sajtótájékoztatóját a győri baloldal. Polgármester jelöltjük a Págis iskola mögötti területen arról beszélt, hogy ide Marcalvárosba is uszodát kellene építeni, igaz csak tömegsport célokra. Szabó Sándorné híradónknak azt mondta, a tervek évek óta készen vannak, a megvalósítás pedig még 1 milliárdba sem kerülne. Azért állunk itt a Págis előtt, mert a Págisnak a uszodája építészetileg, pontosabban gépészetileg alkalmas lenne a bővítésre, és miután mindennapos testnevelés kötelező a gyermekek számára, és nagyon sok gyerek gerincbántalmaktól szenved, akár a nehéz iskolatáska cipelése miatt, akár a számítógépezés miatt, ez nagyon fontos lenne, és azoknak nagyon egészséges a úszás. Molnár és Inkó Zsuzsanna egy marcalvárosi piac vagy vásárcsarnok szükségességét hangsúlyozta újságírók előtt. A képviselő jelölt szerint a régóta üresen álló vasműszaki áruház helyén meg lehetne valósítani az elképzelést. Jelen pillanatban nincsen megfelelő hely, ahol őstermelők tudják árulni itt a környéken a termékeket. A Győrben létező két piac az nehezen megközelíthető innen, még talán a vásárcsarnok az egy kicsit közelebb, az új helyre költöztetett nagy piac viszont innen eléggé nehéz megközelíteni, és így az itt lakóknak nincsen lehetősége arra, hogy helyi magyar termékeket vásároljanak, valamint nagyon fontos az, hogy az értékesítési láncot a helyi termékeknél lerövidítsük, és ne 3-4-5 kézen keresztül jusson el a vevőhöz a termék. A baloldal tájékoztatóján szóba került az is, hogy a lakótelepeken folytatni kell a korábban megkezdett panelprogramot, illetve hogy Marcalvárosban bővíteni kellene a közterületi kamerarendszert.